Nyolcadik fejezet. Mire jó, ha az ablak a folyóra nyílik? Claude Frollo, hiszen a főbusznál világosabb értelmű olvasó nyilván már régen kitalálta, hogy a kalandban szereplő barátcsuhás kísértet nem más, mint a főesperes. Nos, Claude Frollo néhány pillanatig vakon tapogatódzott a sötét kamrában, ahová kapitány bezárta. Aféle rejtett zug volt ez, amilyent a tetőzet és a támasztófal találkozási pontján helyeznek el olykor az építészek. Ennek a kutyaholnak, mint főbusz találóan nevezte, háromszögletű keresztmetszete volt. Egyébként nem csak ablak, de még szerelőlyuk sem nyílt rajta, a tető lejtése miatt pedig még csak felegyenesedni sem lehetett benne. Claude lekuporodott hát a porba, és a talpa alatt szétmáló vakolat törmelékbe. A feje tüzelt. Kutatva jártatta maga körül a két kezét, és egy törött ablaküveget talált a földön. Homlokára szorította. A hideg üveg lehűtötte kissé. Mi átszódott le e pillanatban a főesperes lelke sötétjében? Csak ő tudhatta meg az Isten. Esmeralda, főbusz, Jacques Charmolue öccse, akit annyira szeretett, s mégis otthon hagyott a sárban, főesperesi talárja és talán jó híre, amelyet Imhol Falurdel anyuházában hurcol meg, vajon miféle végzetes sorrendben illesztette össze elméjében mindezeket a képeket és mindezeket a kalandokat? Nem tudnám megmondani. De annyi bizonyos, hogy ezek a gondolatok egyetlen szörnyűséges csoportba verődtek a lelkében. Negyed órája várt, úgy érezte, hogy eközben egy teljes évszázadot öregedett. Aztán hirtelen megrecsentek a falépcső deszkái, valaki az emeletre igyekezett. A csapóajtó ismét kinyílt, világosság szűrődött be rajta a szobába, a kamra szúrágta ajtaján meglehetősen széles rés tátongott, és Claude erre a résre tapasztotta az arcát. Így aztán mindent láthatott, ami a szobában történik. A macskaképű vénasszony lépett be elsőnek a csapóajtón kezében lámpással, azután főbusz következett, bajuszát pödörgetve, végül egy harmadik személy, egy szép és kecses nő alak, Esmeralda. Ahogy így kilépett a földből, a pap valami kápráztató tüneménynek vélte. Claude remegett, szemére köd borult, vér erei hevesen lüktettek. Zúgott, forgott körülötte a világ, bár nem látott, nem hallott semmit. Amikor magához tért, főbusz és Esmeralda már egyedül maradt a szobában, a faládán ültek. Mellettük ott állt a lámpa, és a pap ennek a fényénél élesen láthatta a két ifjú ember alakot, és a padlásszoba végében vetett nyomorúságos ágyat. Az ágy az ablak mellett állt. Az ablak üvege olyan likacsos volt, mint valami esőverte pókháló. A hézagos üvegtáblákon keresztül az ég egyik csücske látszott, és a lágy felhőpárnákon nyugvó távoli hold. A fiatal lány arca piros volt. Riadtnak látszott, reszketett. Hosszú lesütött szempillája árnyékot vetett bíbor színű arcára. Fel sem mert tekinteni a kapitányra, pedig az csak úgy sugárzott a megelégedéstől. Bájos zavarában újhegyével ákombákon vonalakat rajzolgatott gépiesen a ládára, és az ujját nézegette. A lába nem látszott, mert a kis kecske ott kuporgott előtte. A kapitány nagyon kicsípte magát. Kabátja galériát és kézelőjét aranyszínű paszomány pamacsok díszítették. Ez akkoriban igen előkelő viseletnek számított. Dom Claude lüktető halántékában úgy zubogott a vér, hogy alig hallotta, mit beszélnek. Az efféle szerelmi ömlengés egyébként mindig is meglehetősen semmit mondó párbeszéd. Csak az ismétlődik benne, hogy szeretlek.
Közömbös hallgató számára roppantul ízetlen és szintelen zenei frázis ez, ha nincs benne semmi egyéni fioritúra, zenei cifrázat. Claude azonban éppenséggel nem volt közömbös hallgató. Hó, főbusz uram, szólt a leány még mindig lesütött szemmel, ne vessem meg azért, amit teszek, érzem, hogy helytelenség. Ó, már hogy vetném meg, szép gyermekem, felelte a kapitány fölényes és előkelő udvariassággal. Utya, hát miért vetném meg? Mert idejöttem kegyelmeddel. Ebben az egyben nem értünk egyet, szép leány. Nem megvetnem, hanem gyűlölnöm kellene magát. A leány rémülten nézett a kapitányra. Gyűlölnie? Miért? Mi rosszat tettem? Az, hogy nagyon sokáig kérette magát. Ójjaj, sóhajtott a leány. Megszegem a fogadalmamat. Sohasem találhatom meg a szüleimet, az amulettem pedig elveszti erejét. De bánom is én, mit nekem most apa, mit nekem anya. És miközben így beszélt, a kapitányra emelte boldogságtól, gyengét szerelemtől nedves, nagy fekete szemét. Ördög vigyen el, ha egy szót is értek, kiáltott fel főbusz. Esmeralda egy percig hallgatott, aztán egy könnycsebb budjant ki a szeméből, felsóhajtott. Nagy uram, szeretem kegyelmedet. A fiatal leányt úgy körüllengedezte a szűzi tisztaság illata, az erény varázsa, hogy főbusz mindeddig kissé kényelmetlenül érezte magát mellette. De ez a szó most felbátorította. Szeret! Kiáltotta szenvedélyesen, és hirtelen átkarolta a cigány leány derekát. Csak erre az alkalomra várt. A pap mindezt látta. Ujjával a keblébe rejtett tőrhegyét próbálgatta. Főbusz, folytatta a cigány leány, és szeliden lefejtette derekáról a kapitány makacskodó kezét. Kegyelmed jó, szép, bátor férfi. Megmentett engem pedig csak egy szegény, talált cigánylány vagyok. Régóta álmodoztam egy tisztről, aki megmenti az életemet. Kegyelmedről álmodtam főbuszon, mielőtt megismertem. Az álomképnek is éppen ilyen szép egyenruhája volt, épp ilyen előkelő külseje, és az is kardot viselt. Kegyelmedet főbusznak hívják, és ez szép név. Szeretem a kardját. Húzza ki a kardját, főbusz, hadd nézzem meg. Ó, gyermek, szólt a kapitány, és mosolyogva húzta ki hosszú, egyenes kardját a hüvelyéből. A cigányleány megnézte a kard markolatát, a pengéjét, és imádnivaló kíváncsisággal vizsgálgatta a hüvelybe vésett névjelet. Aztán megcsókolta a kardot, és így szólt hozzá, vitézember kardja vagy, szeretem a kapitányomat. Főbusz most is élt az alkalommal, csókot nyomott a leány szép lehajtott nyakára. Esmeralda cseresznye pirosra gyulladt arccal hirtelen felegyenesedett. A pap a fogát csikorgatta a sötétben. Hadd beszéljek, főbusz, szólt a cigány leány. Sétáljon egy kicsit, hogy teljes nagyságában láthassam, és hogy hallhassam a sarkantyúja pengését. Milyen szép is kegyelmed! A kapitány felállt, hogy a leány kedvére tegyen. Önelégült mosolyjal korholta Esmeraldát. Igazi gyerek! Na, erről jut eszembe. Látott már az ünneplő zubbonyomban? Sajnos nem láttam, felelte a leány. Pedig az ám csak a szép. Főbusz visszaült Esmeralda mellé, de sokkal közelebb, mint előbb. Hallgasson meg, drágám! A cigánylány gyermekesen, bolondosan, bájosan, vidáman, néhányszor gyengéden a kapitány szájára ütött szép kezével. Nem, nem hallgatom meg! Szeret! Azt mondja, szerete, csak ezt akarom hallani. Hogy szeretlek-e, angyalom, életem egyetlen boldogsága, kiáltott fel a kapitány, és féltérdre ereszkedett a cigányleány előtt. Mindenem a tied! Mindenem csak te érted van, a testem, a vérem, a lelkem. Szeretlek, sohasem szerettem senki mást.
A kapitány számos hasonló helyzetben oly sokszor ismételte már ezt a mondatot, hogy most hibátlanul egy szuszra fújta el. A szenvedélyes vallomás hallatára a cigányleány az égboltot helyettesítő mocskos mennyezetre emelte angyali boldogságtól sugárzó tekintetét. Hú, suttogta, most volna jó meghalni, most, ebben a pillanatban. Phoebus azonban ebben a pillanatban inkább arra ítélte megfelelőnek az alkalmat, hogy újabb csókot raboljon a leánytól, és ezzel halálra gyötörje a kuckójában rejtőző, boldogtalan főesperest. Meghalni, kiáltotta a szerelmes kapitány. Hová gondol, szépséges angyalom? Most van csak igazán okunk az életre, ha csak Jupiter nem közönséges csibész. Meghalni ilyen édes kis ügy kezdetén, teringettét. Miféle tréfa volna ez? De hát erről szó sincs. Ide figyeljen, kedves Similar, akarom mondani, Esmeranda, de Esmenarda, bocsánat, de olyan furcsa szeracén hangzású neve van, a csehogyse boldogulok vele. Képtelen vagyok átugrani ezen az ösvényem. Ó, Istenem, felelte a szegény leány. Én meg azt hittem, hogy ez a név éppen azért szép, mert olyan különös. De ha nem tetszik kegyelmednek, akár Gatonnak is hívhat. Gaton parasztlány név. Ugyan, ne bánkódjunk ilyen semmiségen, kedvesem. Meg kell szoktam a nevét, ennyi az egész. Ha egyszer megjegyeztem, de megy majd, mint a karikacsapás. Hát hallgasson meg, hát drága Similárom, szenvedélyesen szeretem. Úgy szeretem, igazán mondom, úgy szeretem, hogy az valami csoda. Ismerek egy kislányt, aki emiatt majd megpukkad dühében. Ki az? Szakította félbe féltékenyen a leány. Nem mindegy, felelte Phoebus. Szeret? Hó, szólt a lány. Na hát ez a fő. Majd meglátja én is, hogy szeretem magát. A világ legboldogabb teremtésévé teszem. Úgy lesz, vagy szúrjon vasvillájára, Neptunusz, a fő ördög. Lesz egy csinos kis házikónk valahol. Díszmenetben vonultatom el az íjászaimat az ablaka alatt. Csupa lovas katona. Minyon kapitány legénysége kismiska ezekhez képest. Van köztük alabárdos, lovas számszer íjász és muskétás is. Elviszem majd magát a párizsi nagyparádéra, a Rüy csűr elé, a pompás egy látványosság. 80 000 fegyveres, 30 000 lószerszám, melvért, páncéling, a céhek 62 zászlaja, a főbíróság, a számvevőszék, a kincstár, az adóhivatal lobogói, egy szóval pokolian gyönyörű felvonulás. Aztán megmutatom majd a királyi palota oroszlányait. Azok aztán a vadállatok, minden nő kedveli az effélét. A leány már néhány pillanatra kedves gondolataiba merülve, álmodozva hallgatta a kapitányt, de csak a hangját hallotta, a szavak értelmére nem ügyelt. Meglátja, milyen boldogság vár magára, folytatta a kapitány, és ugyanakkor lopva kioldotta a cigány leány övét. Mit csinál? Kiáltott fel Esmeralda élénken. Ez a tetlegesség felrázta álmodozásából. Ó, semmit, felelte Phoebus, csak azt mondtam, hogy ha majd együtt élünk, nem viselheti ezt a hóbortos, utcasarokra illő ruházatot. Ha majd veled élek, Phoebusom, mondta gyengéden a leány. Ismét gondolataiba merült, hallgatott. A kapitányt felbátorította ez a szelítség, átölelte a leányt, és az nem ellenkezett. Phoebus feltűnés nélkül bontogatni kezdte a szegény gyermek ruhaderekát, a melkendőjét pedig úgy félre csúsztatta, hogy a pap sóvárogva látta, mint villan ki a fátyolszövet alól a cigány leány szép, mesztelen válla, barnán, gömbölyűen, mint a kelőhold a láthatár ködében. A leány tűrte, hadd tegyen Phoebus kedve szerint. Mintha észre sem vette volna, hogy mi történik vele. A vitéz kapitány szeme csillogott. De most a leány hirtelen feléje fordult. Phoebus,
szólt a végtelen szerelem hangján, taníts meg engem a vallásodra. A vallásomra, kiáltott fel a kapitány, és harsányan felkacagott. Én oktassam a vallásomra, tehát menj dörgös, menj kő. Mire kell magának az én vallásom? Arra, hogy összeházasodhassunk, válaszolta a leány. A kapitány arcára meglepetés, lenézés, könnyelműség és az élvetek szenvedély kifejezése ült ki, és mindez elegyesen. Ügyön, mondta, ki beszél itt házasságról? A cigánylány elsápadt, és fejét a mellére csüggesztette. Szép szerelmesem, folytatta gyengéden főbusz. Miféle bolondság ez? De nagy dolog is az a házasság. Hát talán nem szeretjük egymást úgy annyira, mintha előbb néhány latin szót köpködtünk volna valami papbutikjában. Miközben így beszélt, a lehető legbehízelgőbb hangon olyan közel húzódott a cigány leányhoz, amennyire csak lehetett. Simogató keze megint ott járt Esmeralda karcsú hajlékony derekán, és a szeme egyre élénkebben csillogott. Minden arra vallott, hogy főbusz uram kétség kívül olyasféle pillanathoz érkezett el, amilyenekben maga Jupiter is annyi ostobaságot művel, hogy némelykor a jó Homérosz is kénytelen egy-egy felhő segítségéhez folyamodni. Dom Claude mindent látott. A korhat hordó dongákból összetákolt ajtón széles hézagok nyíltak, ezeken lesett ki ragadozó madár szemével. Ez a barna bőrű széles vállú pap, akit mindeddig szigorú szüzességre kárhoztatott a kolostori élet, most valósággal borzongott és lángolt a szerelem és gyönyör éjszakai jelenetének láttán. Ereiben forró ólommá vált a vér, amikor a felhevült fiatal férfinak kiszolgáltatott, zilált ruházatú leányra nézett. Különös indulatok forrongtak benne. Tekintete buja féltékenységgel fúródott minden egyes meglazított melltű alá. Aki most megpillantja a szerencsétlen embernek a szúrágta deszkákhoz tapadó arcát, azt hitte volna, hogy egy tigris leselkedik ketrece mélyén egy gazellát marcangoló sakálra. Szembogara úgy világított az ajtó eresztékein át, mint a gyertyaláng. Főbusz egy gyors mozdulattal váratlanul letépte a cigány leány kendőjét. A szegény gyermek, aki eddig sápadtan és ábrándozva üldögélt főbusz mellett, most, mintha álmából riadt volna fel. Hirtelen elhúzódott a vállalkozó kedvű tiszt mellől. Egy pillantást vetett mezítelen keblére és vállára, majd a szégyentől pirosan, zavartan és némán, két szép karját összefonva eltakarta mesztelenségét. Ha arca nem borul egyszerre lángba, néma mozdulatlanságában a szemérem szobrának nézte volna az ember, szemét még most is lesütötte. A kapitány mozdulatára láthatóvá vált az Esmeralda nyakában függő rejtélyes amulett is. Mi ez? Tudakolt a főbusz, hogy ezen az ürügyön férkőzhessék közelebb a megriasztott szép teremtéshez. Hozzá ne érjen, válaszolta hevesen Esmeralda. Ez az én oltalmazóm. Ennek a segítségével találom meg egyszer a családomat, ha méltó maradok hozzá. Ó, hagyjon engem, kapitány uram! Anyám, szegény anyám, hol vagy? Segíts rajtam, kegyelem, főbusz úr! Adja vissza a kendőmet! Főbusz visszahúzódott, és így szólt hidegen. Látom, nem szeret, kisasszonyom. Hogy én nem szeretlek, kiáltott fel a szegény szerencsétlen gyermek. Belekapaszkodott a kapitányba, úgy húzta vissza maga mellé. Hogy én nem szeretlek, főbuszom. Mit beszélsz, te csúnya? Csak azért mondod, hogy a szívemet hasogassad. Gyere, a tied vagyok, mindenem a tied. Tégy velem, amit akarsz.
A tiéd vagyok egészen, törődöm is én az amulettel, törődöm is én az anyámmal. Te vagy az anyám, mert téged szeretlek, főbusz, drága szerelmem, főbuszom, látsz engem, én vagyok. Én vagyok itt, nézd rám, csak nem taszítod el magadtól azt a kislányt, aki eljött, aki maga jött el, érted? Minden a kegyelmedé, kapitány uram, a testem, a lelkem, az életem, én magam, mindenestül. No jó, nem házasodunk össze, ha nincs kedvedre jár, mert hát, igaz is, ki vagyok én? Nyomorul csavargó lány, te pedig főbuszom, nemes ember. Szép is lenne, ha egy tisztúr holmi táncos nőt venne feleségül. Őrült voltam. Nem, főbusz, nem. A szeretőd leszek, a játékszered, az örömed, valahányszor csak akarod. Egy leány, aki a tied, aki csak arra született, hogy megvetetten, bemocskolva, meggyalázva, akárhogyan a te szerelmesed legyen. Én leszek minden asszonyok legbüszkébbike, legelégedettebbike. És ha megvénülök, vagy megcsúnyulok, főbusz, ha nem kellek már szeretőnek, nagy uram, akkor a szolgálója leszek, ha megtűr maga mellett. A válszallagját mások hímzik majd. Én magam cselétként viselem gondját. Kifényesítem a sarkantyúját, kikefélem a zubbonyát, leporolom a lovagló csizmáját. Ugye könyörületes lesz hozzám. Főbuszom. Főbuszom megengedi, hogy szolgáljam. De most a tiéd vagyok, főbusz. Látod, mindez a tiéd, csak szeres. Nekünk, cigánylányoknak csak ez kell, levegő és szerelem. És azzal a tiszt nyaka köré fonta a karját. Könyörögve, könnyes mosolyjal nézett fel rá, gyöngét keble a posztó ujjashoz és az érdes hímzéshez dörzsölődött. Szép, félmeztelen teste a kapitány ölében vonaglott. Főbusz részegülten tapasztotta forró ajkát az afrikai leány formás vállára. A leány hátra hanyatlott, és révetek tekintetét a mennyezeten jártatva egész testében megremegett ettől a csóktól. Hanem egyszerre egy másik fejet pillantott meg főbusz feje fölött. Egy ónszínű, zöldes fakó, görcsösen rángó arcot, és az arc mellett egy kezet látott, és a kézben tört. A pap arca és a pap keze volt. A főesperes betört az ajtón, ott állt mögöttük. Főbusz nem láthatta. A szörnyű látomás megdermesztette a leányt. Néma is mozdulatlan maradt, mint a galamb, amely éppen emeli már a fejét, amikor észreveszi, hogy kerek szemével fészkébe kandikál a réti sas. Még csak kiáltani sem tudott. Látta, mint sújt le főbuszra a tőr, és emelkedik ismét a magasba, gőzölögve. Kárhozat! Nyögte a kapitány, és leroskadt. A leány elalélt. De abban a pillanatban, amikor szeme lecsukódott, és öntudata foszladozni kezdett, valami tüzes érintést vélt érezni az ajkán, egy csókot, amely égetőbb volt a hóhér izzó vasánál. Amikor magához tért, az őrség katonái állták körül. A vérében fürdő kapitányt kivitték a szobából. A pap is eltűnt, és a folyóra nyíló ablak tárva nyitva állt. Az emberek felnyaláboltak egy köpenyt, azt gondolták, hogy a kapitányé, és Esmeralda hallotta, hogy többen is ezt mondják körülötte. Ez a lány boszorkány, leszúrta a kapitányt.